Shakespeare évad van nálunk, az a szokás jött itt nálunk, a szokásban szabad így mondani, hogy minden hónapban valaki örökbe fogadja ezt a remek szerzőt, az Avoni Hattyút, mindenki mindig örökbe fogadják. Most éppen különböző iskolák csinálnak különböző dolgokat Shakespeare jegyében. Ez itt megy mi nálunk, közben megnyílt Borgó kiállításon nálunk a foájéba, érdemes megnézni, mi meg itt várjuk a játékszínbe Godót. Elkezdtünk azon gondolkozni, hogy mi mindent jelent nekünk az Otello. És azt nem szabad elfelejteni, hogy mi nem színházi rendezők vagyunk, hanem drámapedagógusok. Tehát a mi munkánkban a művészetpedagógia, meg az alkotóművészet, a színházművészet így egymást erősíti. Nagyon sok ötletünk volt, ugye nekünk adott egy szereplőgárdánk, és adott volt egy Otello történet. A művészeti iskolán belül ráadásul nagyon sokféle művészeti ágban, és szerettük volna mindegyiket úgy belevonni. Azt éreztük elég hamar, hogy nem Otello az izgalmas ebben a történetben. Tehát az Otello figura az eleve is egy idol, önmaga szobrát építi meg. A jávóféle gyűlölet volt az, ami nagyon izgatni kezdett minket egy idő után. Egyáltalán gyűlöletnek az a fajta ösztön szinten való, sikeri szinten való megjelenése, ami ott él mindegyikünkben, de a legjobbjainkban is. És akkor elkezdünk ezzel a gondolattal játszani. Szerintem 300 év is féltékenyek voltak az emberek, meg 400 év is féltékenyek voltak, és valószínűleg 300 év múlva és 400 év múlva szintén fényképtéltékenyek lesznek. Szóval, ha ennyire leszedjük, lecsupaszítjuk igazából az érzelmeket, akkor egy 1000 éves darab is tud újat mondani, hiszen még most is ugye antik drámákat is játszanak. És emellett pedig a szöveget is úgy vittük át hétköznapi nyelvezetbe, vagyis ugye ez Péter illeti a siker, hogy egyszerűbb legyen és érthető legyen mind a nézők számára, mind nekünk, akik játsszák ezt a darabot. Az utókornak. Ha van filozófus hajlamú, mondjuk úgy, hogy a metafizikára hajlamos ember, már pedig mindannyian azok vagyunk, és van kifejezési kényszere, menjen el a fogorvoshoz, tártsa ki a száját, miközben fúrják a fogát, zárjon ki minden érzelmet, mindenfajta beszélő kényszert, és gondoljon valamilyen megvalósítandó dologra. És érezze át teljes mértékben. Ezt az egész sorozatot így éreztem át.